close till I get up. Time is barely on our side. Különben nem csak úgy utazunk, hanem a brazíliai rokonainkhoz, mivel ők már többször voltak nálunk, de mi még náluk sohasem, szóval most elmegyünk. Mennyi 4 hétre? 3. És ami legjobb, hogy ott nyár lesz. Mi ezzel fogunk most utazni. Beszálltunk, és én ülök az ablak mellett. Most épp szállunk le. Jó volt az út. Tök gyorsan elfutam, hogy. Ebben most beszállunk. Megérkeztünk Frankfurtba, és most így van innen ilyen telefontöltés, úgyhogy... Különben ez nekem a második repülésem, vagy hogy mondják, repülésem. 7 éve voltunk Spanyolországban, és azóta nem, szóval ez csak a második, de következő az 12 óra lesz, este 10-kor indul majd a repülő, és most hány óra van? 1? 1 óra van. És hatalmas ez a repülőtér, Európában az egyik legnagyobb, és még Starbucks is van, úgyhogy majd aztán elmények is veszek. Instagramon megy a live, és 137 néző van. Most ezzel a kis vonattal eljöttünk a másik végére, és most megyünk a Burger Kingbe, és ebédelünk. Jó ég! Kaja meg volt, és most megyünk vissza ezzel a kis vonattal. Csak 4 óra is jön a repülő. Amúgy találtam olyan jó háttereket, és miközben unatkozok, music list. Ezzel a hatalmassal fogunk menni, és emeletes. Itt van egy emelet lent, meg még ott is. Jó ég! Szia, Adri! Én így, ilyen lesz majd a kilátásom, vagyis hát semmi nem lesz, mert sötét lesz. Kaptunk párnát, takarót, lát, zenét, jó van itt minden cuccot lát majd. Van ilyen USB, és még a telefonom is töltődik, úgy ennyi. Azért ez nem semmi. Adi neked? Ja igen, kaptunk ilyen felhallgatót, mert ugye egy filmet nézni, meg minden cuccot. Igen! Amúgy itt majd hozzá nekünk vacsorát, reggelit, meg közben így inni valót, meg minden, meg mit kérünk, ilyesmi. Lehet nézni az egész mindent a pilóta szemszögéből. És most mindjárt szállunk fel. Rögtön szállunk rá, már nagyon be van dugulva a szemem. Itt van São Paulo. Jó ég, itt vagyunk. Ezzel jöttünk, olyan hatalmas. Hello! Hello! Különben még csak délelőtt 8 óra van.
Otthon meg 10, szóval 3 órával előrébb vagyunk. Előrébb vagyunk 3. Milyen 10 van otthon? 11 van, meg 8. Nekem most olyan, mint ilyen délután 3 lenne, de ez valószínűleg az utazás volt. Ilyen 20 pár fok van, de viszont a nap az nem süt. De attól jó az idő. Igen, hát ezt mondom, jó az idő. Én elől ülök most a Flávio mellett. Akarom nézni a kilátást. Különben a Claudia, ő otthon van, ő a felsége is. Azért, mert nem férnénk be különben az autóba. Náluk fogunk lakni ezt a 22 napot, vagyis egy hetet Rióban leszünk majd. Tök olyan, mint Los Angeles. Pálmafák, meg így. Ide értünk is, van banánfájuk. Csak még nem érett meg. Say something. Okay. Hello. Hello everybody. Mutatta, itt született egy kis madár, itt egy fészek. Amúgy rohadt meleg van most már süt a nap is. És voltunk boltba közben, szóval tuti milyenek néztek, hogy én ilyen vastagba. Mindjárt megmutatom a madárfészket, ja, itt van. Itt az egyik. Nem látszik. A másik. Az meg. Ott van. Oh, hello. Hát az a helyzet, hogy izé-bizé, elkezdtem szétszedni a hajamat, meg akarom mosni, mert már úristen. És ez a szobám. Így néz ki, itt én meg az Adi fogunk aludni, nagyon kis cuki, de majd bepakolunk. És ma még ezt a vlogom, ezt az utazósat meg kellene szerkeszteni, mivel már rég nem raktam fel a videót, és ja. Ilyen tudom, rohadt gáz a hajam, csak most szólt apa, hogy akarok, elmenjünk sétálni egyet, és akarok, szóval majd utána mosom a hajam is. De hála Istennek, itt senki nem ismer, úgyhogy de tudom, hogy nagyon súlyos. Nem bírtam ki, összefogtam a hajam. Igen, ez egy ilyen... Jó Isten! Így. És itt napozok. Itt amúgy ilyen apartman épül. Tegnap még szét vagytunk, most meg 30 fok van. Ez cukornátszörp, és nem is olyan rossz amúgy. Vettünk ápolát, és most azt fogjuk enni az agyban. Csak azért rakom bele, hogy ti is megpróbáljátok, mert nálatok tél van. Na szóval az a helyzet, hogy megevédeltünk a hajam is, meg mostam is nem fésülködtem, igen azért ilyen. Csak így megszállt magától ebben a nagy melegben. És én le is zárnám itt ezt a vlog videót. Találkozunk a következő vlogomban, mert igazából csak az utazás volt a lényeg, én meg még a mai napot is így levlogoltam valamennyire. Úgyhogy ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és találkozunk egy-két nap múlva a következő braziliás vlogomban. Ugyanis igyekszek minél gyakrabban feltartani, úgyhogy sziasztok!